Hét év után szerepelhet ismét átcsoportos jégkorong világbajnokságon a magyar férfi hoki amelynek keretét Csernomasz kapitány egyelőre 40 fősre szűkítette 14 edzőmecs után. Kilenc légiós van a társulatban, amelynek kilátásairól a jégkorong blog alapítóját szerzőjét gazda Albertet kérdezzük. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Albert, ugye erre a vb re mondhatjuk azt, hogy hát nem tudom, gigantikus, jó nagy keretekkel készült, készül a kapitány. Mi az oka annak, miért kell ennyi játékos kipróbálni? Hát ezt leginkább ő tudná elmondani, erről voltak is viták a szubkultúrában, hogy miért nem ennyi, ennyi játékost bevinni, akik közül nyilván sokaknak nem feltétlenül van esélye arra, hogy valóban ott legyen a vége Szentpéterváron. De ennek a neked... figyelő szubkultúrának, ennek mi volt a benyomás, meg neked mi a véleményed, neked, hogy mi az a Én, nagy teszt? én nagyon, én, én ezt nagyon pozitívan értékeltem, én ezt két okból is értékeltem, nagyon pozitívan, sőt, legalább háromból. Egyrészt azért, mert nagyon örülök, hogy ilyen sok játékos megnéztek. Másrészt pedig annak is nagyon örülök, hogy nagyon sok olyan játékos kapott lehetőséget, akik még fiatalok, és egyszerűen bele szagolhattak abba a légkörbe, abba a kultúrába, amiért mondjuk érdemes dolgozniuk a továbbiakban is, akkor is, hogyha most Például nem juthatnak el a, a, a világbajnokságra. Harmadrészt pedig nagyon komoly meccseket tudtak rendezni egymás között. Én ugyan nem láttam ezeket, de a, úgy hallani, hogy nagyon keményen oda tették magukat a srácok, és nagyon sokan voltak olyanok is, akikre a szakmai stáb igazából most figyelhetett fel. Tehát hogy az egymás mengeteg. közötti játékban sem kímélték magukat, hanem, így, így hanem azokat az ambíciókat villogtatták. Abszolút így hallani, hogy ez így volt. És hát minél több játékos közül lehet válogatni, annál jobban lehet válogatni szerintem. Az pedig külön öröm, hogy tényleg annak idején, amikor mi elkezdtünk mondjuk odaadóban foglalkozni ezzel a sporttal, akkor még tényleg nem az volt a kérdés, hogy kiket hagyjunk ki, hanem hogy hogyan töltjük fel a keretet, így van. Hát most egészen más a helyzet. Talán a párhuzam kisé megáll a vízilabdával, a férfi vízilabdával, nekem úgy tűnik, hiszen Benedek Tiborral tegnap is beszélgettünk erről, meg általában ott is egy vita szokott lenni, hogy ő ezt az egész olimpiai ciklust elég nagyfokú kísérletezésre is felhasználta, és pontosan ezzel magyar ezt a tegnap is mondjuk olyan játékosok, mint Zaláki Gergő elvitelét még egy triesti tornára is, hogy ő nagyon sok fiatal szeretett volna egy kicsit belemártani a vízbe, meg hát tűzbe tenni ugyanakkor, mm -hmm. hogy szokják, jó. ha még nem is biztos, hogy ott lesznek az olimpián. Hasonló akkor a jó, van. jó, teszi, így van, abszolút hasonló. Egyébként ugyanez volt a helyzet mondjuk Norvégiában is az őszi EIHC tornán, ahol számos fiatal kapott lehetőséget, és nagyon sokan bizonyítottak közülük. És ez akkor is fontos, hogyha mondjuk az olimpiai selejtező, a februári olimpiai selejtező keretében nem voltak meglepetések. Szerintem most egyébként könnyen lehet, hogy lesznek. E, akkor erre vagyok kíváncsi, hogy te kiket látsz, meg kikről hallani ebben a szubkultúrában azt, hogy megtetszettek a szakmai stábnak, és akár meglepetésként, új embereként ott lehetnek. Hát, hogy ugye azt én nem jósolhatom meg, hogy kik azok, akik ott lesznek vagy ott lehetnek a, a világbajnokságon, ez a, nyilván a, a szakmai stáb dolga. Az, hogy kikre figyeltek fel, az arra meg, ott van bizonyítéknak ugye a 40-es keret, ami, ami folytatja a munkát, köztük olyan játékosokkal, mint mondjuk Rejszáron, persze novemberben is ott volt, vagy Valjádám a Debrecen kapus, aki ugye az egész szezonban kiváló teljesítményt nyújtott, és most is ott maradt a, a legjobb ötben, és egyáltalán nincs kizárva szerintem, hogy akár, akár, a legjobb háromban is benn maradjon. Vagy ott van például, ami, ami nagyon érdekes, Garács ugye egy mac fiatal srác, annak idején Stipsic Bencének, aki már februárban is beküzdötte magát a keretbe, neki volt a backpárja az utánpótlásban, aztán elment Amerikába két szezonra, most pedig ugye ott van ebben a 40 fős keretben, ami persze nem garancia nyilván, de az már önmagában érdekes, hogy ott van, és hogyha minden jól megy, akkor a felkészülési mérkőzéseken szóhoz jut. Aki például Sebők Balázsnak a bravúriát akár meg is ismételheti, aki úgy lett magyar válogatott két évvel ezelőtt, hogy előtte felnőtt mérkőzést nem is játszott, hanem a Finn juniorban. Klein-Heisler effektus például. Na most számodra egyébként melyek a fő személyzeti kérdések és kérdőjelek a vb re készülve, és akkor most természetesen nem csak a tehetségekről, hanem a nagy neveket is idevéve. Szóval melyek a legnagyobb kérdőjelek? Hát ezt, ezt nem tudjuk, ugye itt olyan, olyan, kérdések, nem, hát mondjuk két érdekes dolgot. Hármat tudok mondani. Az egyik tényleg az, hogy ki lesz mondjuk a három kapus. Tehát azt gondolom, hogy Rajna Miknek a, a helye a, tavalyi krakkói és az idei ebből teljesítmény alapján megkérdőjelezhetetlen, bár én csak okoskodom nyilván, hogy ki lesz a másik kettő, azt meglátjuk. Ez, ez, ez nagyon érdekes kérdés. Tehát a kapusposzt nyitva van, az biztos. E, hát igen, igen. E -hát. És hát ugye ez egy olyan világbajnokság és egy olyan sport, ahol mondjuk nem lehet egy kapusa végig csinálni egy tornát, tehát hét kőkemény meccset kell majd végjátszanunk, ahol iszonyatos mennyiségű lövés fog érkezni a magyar kapura. Ezt ugye megjósolhatjuk anélkül, hogy álszerénykedni álszeré, próbálunk, nehéz szó. Tehát a, krak, a, krakói csöpögő eső, az csöpögő eső ahhoz képest. hát ez itt... valószínű. Hát is mégis csak játszunk. A a Kanadával játszunk, Kanadával Szlovákiával, szóval nem lesz ez egyszerű, és a többiek sem lesznek egyszerűek. Aztán a védelem ugye megint csak egy érdekes kérdés, itt ugye igazoltunk két légióst, Jesse Dudás és Calvin Zegert személyében. Azt gondolom, hogy őket valószínűleg, illetve hát ott van még Kevin Versis, csak már szinte őt már meg is szoktam, hiszen ő már össze is játszott bár Dudás is játszott. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy a védelmünk hogy fog felállni, az biztos, hogy mondjuk egy, egy Dudás szintű játékos, amennyiben a játékkal törődik, akkor az biztos, hogy nagy segítség a magyar válogatottnak. És hát ami, ami, ami a támadó illeti, vagy a támadó sorokat illeti, ott megint csak nagyon fontos, hogy a, Egyrészt ugye van két sérültünk, Frank Benem és Kóger Dani. közülük amennyire tudom, Benem áll jobban, ő hétfőn már teljes erőbedobással edzett, és kémeink jelentése szerint úgy hajtott, hogy csak na. Koger Dani viszont még a rehabilitációi korábbi szakaszában, szakaszánál tart, tehát az is kérdés, hogy mondjuk ezzel mi lesz. Másrészt pedig ahogy azt a kapitány maga is mondta, hogy fiatalos energiákra is szükség lesz, éppen az imént említett okokból, tíz nap alatt hét meccs, az nagyon-nagyon sok és olyan támadókra is szükség lesz, akik például, akik például a védekezésben is magas szinten képesek teljesíteni. Hát ezt most én nevekkel nyilvánvalóan nem tudom ezt a, ezt a gondolatmenetet megtámogatni, de azt tudom mondani, hogy például emiatt is történhetnek akár meglepetések is a keretben. Ha most kártyáznánk, akkor azt kérdezném, hogy hány sorod van meg? Nekem? Hát a fejedben, vagy szerinted hol tartom most? Hát ebben? nem is tudom. Beck-ek közül talán hat sornyi, ő hat sornyi, hat fő, elől meg kettő-három maximum. És hát én, én sorokat sem mernék, konkrét sorokat sem mernék összeállítani. Ugye a, szubkultúrában mindenki mondjuk ilyen késznek veszi például a Benk Magosi Nagy Krisztián sort, ami egy-két éve tényleg készen is van, és, és fantasztikus negyedik soros teljesítményt, harmadik-negyedik soros teljesítményt szoktak nyújtani, tehát azért mérget ebben a pillanatban arra sem mennék, hogy mondjuk ők pont és egészen biztosan hárman együtt fognak menni. Ez Arra vagyok kíváncsi, hogy miután ugye a krakói feljutás is csodaszámba ment tavaly, és a kapitány azt mondja, hogy a bentmaradás az nyilvánvalóan annál is sokkal több kell, Ugye ez mit fog jelenteni ezek a más minőségű, más lövőmennyiséggel rendelkező ellenfelek a mi játékunkban. Tehát az a játékhoz képest, ami ez, ezek a srácok, ez a válogatott hozzászokott a maga környezetébe, egyet ugorva, ez hogy fog változni? Uh, itt egy nagyon picit uh, nem is vitatkoznék, de másképpen fogalmaznék. Uh, én azt gondolom, hogy a krakói feljutás az nem csoda volt, hanem teljesítmény. Tehát uh, csodálatos és teljesítmény. Az biztos, Ez jó. is, de ehhez meg hozzászoktunk mármint hogy a magyar jégkorong válogatott az általában csodálatos teljesítményt nyújt, és Krakóban ez a csodálatos teljesítmény, ez ugye elegendő volt ahhoz, hogy a magyar válogatott följusson az áncsoportba, az egyre javuló magyar válogatott. Ami a kérdés lényegi részét illeti, arra meg azt gondolom, hogy pont Krakó volt, Krakóban láttuk azt a csapatot a maga legjobb formájában, ami amely megtanult elsősorban védekezni. Mármint támadni is, hiszen gólok nélkül nem lehet jégkorong mérkőzéseket nyerni, de az egyszem elengedett kazak meccsen kívül mind a négyben egyszerűen tökéletes volt. Hát jó, nem tökéletes, de azon a szinten maximálisan eredményes és, és kiváló minőségű a, a, a védekező játékunk pontosan erre lesz szükség Szentpéterváron is. Pontosan, amit az előbb említettél, az egyszem elengedett kazak meccs, amikor egy ilyen erős közegben, ilyen sorozatterhelés mellett azt kell kigondolni, hogy hogy lesz meg az a néhány pont, ami kell az, hogy bennmaradjon a csapat, mint cél, akkor lesz-e, van-e érdemes -e gondolkodni elengedett mérkőzésben, mérkőzésekben? Hát én azt gondolom, hogy egykor egy olyan sport, amiben nem lehet nem beleállni. Ugye a krakói mérkőzés sem úgy volt elengedett, hogy előre elhatároztuk, hogy ezt a meccset mi most el fogjuk veszíteni. Az első harmadban kőkemény küzdelem zajlott, és abszolút egyenlő erők küzdelmét láttuk szerintem. A második harmadot nagyon megnyerték a kazahok, az elengedett az ugye arra vonatkozik, hogy a harmadikban már nem igazán merült fel, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk fordítani. Azt feltételezem, hogy ezúttal sem fogunk úgy kimenni a jégre egyetlen meccsen sem, hogy akkor ez nekünk nem fontos. Kanada ellen sem fogunk így kimenni. Más kérdés, hogy mondjuk a, a szlovák mérkőzés másnapján Kanada ellen mennyire, mennyire leszünk fürgék és, és fittek és villámgyorsak. Vélhetően a felkészülés arról szól, hogy azok legyünk és tudjuk hozni azt a megszokott 100 plusz százalékot, amiért, ezért, amiért ezt a válogatottat szeretjük. Az lesz a kérdés minden meccsen, hogy mindez mire elegendő nálunk magasabban jegyzett felekkel szemben. És hogyha itt egy kicsit kiavítottál, vagy vitatkoztál a Csoda Krakóban című megfogalmazásommal, akkor ha azt mondom, hogy a bentmaradás csodaszámba menne? <coughs> Ugye, én nem, nem, szeretem a csodát. Tehát én már mint a csodát szeretem, de nem szeretem a csodaszót használni. Én szaporóra sem szoktam használni a csodát, azt szoktam mondani, hogy nem csoda volt, hanem történelem. Hogyha bemaradnánk, akkor az is történelem lenne inkább. Te sokan... nem szoktál rossz jós lenni. Mit mondanak most a üveggömböd elő-elő? <laughs> hát ezt én most, én most nem merek jósolni. Tehát mármint azt nyilvánvalóan tudok pontosabban is fogalmazni. Nem merem megjósolni, nem tudom megjósolni, hogy bemaradunk de az utóbbi időben úgy érzem, hogy, hogy, hogy nem lenne lehetetlen, hogy bent maradjunk. Ez persze az fontos, hogy annyira ne éljük bele magunkat. Ugye ismert, az ismert körülmények miatt sem lesz ez egyszerű, tehát például nem biztos, hogy elegendő mondjuk megerőzni egy csapatot ebben nem a, a csapatban rendesen, hiszen a következő VB házigazdái, mind, mind a ketten védettek, és mind a ketten a mi csoportunkban vagyunk, és emiatt egy kicsit bonyolult a kiesési rendszer. De és hát ugye alapjában véve olyan csapatokról beszélünk, akár a franciák vagy a németek esetében is, amelyeknek sokkal több az átcsoportos rutinjuk, sokkal több a nemzetközi legjegyzett klasszis játékosuk és így tovább és így tovább, de valami, valamiért úgy érzem, hogy, hogy a magyar válogatott mondjuk úgy, hogy az idén jobb lesz, mint valaha volt. Az a kérdés, hogy ez elég lesz-e, ahhoz, hogy meglegyen az a bizonyos történelem, vagy az újabb történelmi tett. Reméljük nem csoda, hogy így érzed Albert. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.